Különleges helyszínen vagyunk, itt vagyunk a Magyar Zeneházában. Önök jártak már itt? Inspiráló környezet. De hasonlóan inspiráló témákkal vártok Önöket a mai adásban is. Szó lesz a Szia életemről, ami végre augusztus 25-től elérhető a mozikban. Egy különleges, exkluzív filmes helyszínen jártunk. Megismerhetnek egy újabb fiatal magyar tehetséget portrésorozatunkban. És megtudhatják azt is, hogy a Bécs-Budapest-Hollywood útvonalon milyen magyar filmeket láthatnak majd szeptember közepén. Szóval érdemes ezt ma is velünk tartani. Tudják, ez a Svenk, én pedig Zavaros Eszter vagyok. Megelevenedett a 19. századi Budapest város központja, olyan híres és nagyon ismert helyszínekkel, mint a Pilvax kávéház. Mindez fótonban, exkluzív környezetben, hiszen ott forog a Most vagy Soha című történelmi kalandfilm. A Svenk ott járt a helyszínen és exkluzív felvételeket készített. Bármennyire is meglepő, de Fóton vagyunk, 1848. március 15-én járunk, és ez egy Pest-Buda díszlet, gyakorlatilag fölépítettük közel egy hektáron az akkori Pest és Buda különböző utcáit, emblematikus épületeit, a helytartó tanácstól Landerer nyomdájáig a Pilvax kávéházig bezárólag. Kis személyes, hogy úgy jöttem ide, pont amikor teljesen elkészült, hogy még nem volt itt senki. Filippel úgy érkeztünk ide, és itt álltunk, és nem az volt a fejünkben, hogy úristen, hogy ezt mi megálmodtuk és ez elkészült, hanem az, hogy úristen, ezek így éltek. Hogy itt, hogy így nézett ki egy utca. Ilyen nagy sár volt. Ez egy óriási dolog, és pontos képet kapunk arról, hogy hogy éltek az emberek, milyen házak voltak. Tök máshogy néz ki szerintem, mint ahogy képzeljük ezt. Itt is elmondtam, amikor bejártuk a díszletet nem sokkal ezelőtt, hogy hiszem sokkal szebbre, fényesebbre, díszesebbre képzeljük, és ezért egy picit olyan westernes, ha jobban belegondolunk ezzel a sok földdel, kopott házakkal, de így nézett ki akkor Pest-Buda. Ezt a díszletet, ahol állunk, körülbelül 4-4 és fél hónap alatt napi 200-250 ember építette, heroikus munkával, azt kell, hogy mondjam. Majdnem egy hektár felületet kellett fölésbe építeni. A látható homlokzatok mögött egy nagyon komoly acélszerkezet tartja ezt az egész díszletet, ami azért nagyon fontos, hogyha jön egy 80 vagy 100 km-es szél, akkor ne vigye el. Tehát statikai szempontból is nagyon komoly, megerősített épületekről van szó. És majdnem 100 nap forgatási nap áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy Petőfi Sándorról és a Március ifjakról, és erről a 24 óráról meséljünk, amely március 14-e este 7 óra és március 15-e este 7 óra között játszódik. Nem csak egy fantasztikus produkcióval gazdagodik a magyar mozgókép kultúra, és tulajdonképpen ezáltal a magyar filmgyártás is, hanem egy ilyen fantasztikus helyszínnel, ami hiányossága volt az itteni úgynevezett backlotnak, ez egy csúnya angol kifejezés, gyakorlatilag díszletvárosnak hívjuk. London után most Budapest a kettes számú filmgyártóbázisa Európának. Nagyon nagy az érdeklődés Budapest iránt, az elhelyezése, több stúdió kapacitás miatt, és hát nem véletlen, hogy a Covidot arra használtuk ki, hogy mi is bővítsük a Fóti telepet. Elég jelentősen, hiszen az eddigi kapacitásnak a négyszerese fog most felépülni. 4 új stúdióépület, ezekből kettő összenyitható, tehát egy sorozat részben egy város szegletet be lehet mutatni. Ilyen dolgokkal is, ami külső helyszín is bővülünk, ez komplexen hoz majd egy hasznot, ami szerintem elég gyorsan be fog következni, mert már most a forgatás alatt több stáb érdeklődött, magyar és külföldi is, hogy mikor lehet használni ezt a díszletet. Több mint 2 órás film lesz belőle. Félve mondom, hogy még az sem kizárt, hogy 2,5 órás is. Az eddig forgatott anyagokat látva,
hát egészen elképesztő csoda van születőben, úgyhogy nehéz lesz belőle kivágni majd jeleneteket, ez egészen biztos. Nagyjából egy évig tart most szeptembertől jövő szeptemberig, tehát 23 szeptemberéig az utómunka, ami azt jelenti, hogy a vágás, az animáció, a VFX munka, a zeneszerzés majdnem egy éves folyamat lesz. Tehát jövő össze, 23 őszére elkészülünk a filmmel, és akkor itt jön a nagy dilemma, hogy 23 karácsonyán mutassuk be, vagy megvárjuk 24 március 15-ét. Erre a kérdésre ebben a pillanatban nem tudok még válaszolni. Ha a néző úgy ül be erre a mozira, hogy nagyon-nagyon jól szeretne szórakozni, egy nagyon izgalmas kalandfilmet szeretne látni, tele hajmeresztő kaszkadőr mutatványokkal, óriási tömegjelenetekkel, látvánnyal, és nagyon komoly magyar filmben páratlan jelenetekkel, akkor nem fog csalódni. Azt gondolom, hogy ilyen magyar film még nem volt. Ez egy hullámvasút, ez egy kalandfilm, ez egy tűzijáték, ami az elejétől a végéig nagyon komoly meglepetéseket kínál a magyar nézőnek, és szerintem sokan azt fogják mondani, hogy ilyet még nem láttunk. Háttér tessék! Vicces, kalandos és olykor megható történet. Az egyik legjobban várt családi vígjáték, a Szia életem, augusztus 25-től végre elérhető a mozikban. Ott voltunk a díszbemutatón. Egy ilyen, néha ilyen csalódott kisfiú, ő szemszögéből egy tök idegen emberhez kerül, aki nem ért a gyerekekhez, és így azt se tudja, mit kezdjem vele. Bepisíltem. Miért? Ez ki? Szomszéd. Apa! Áruló vagy. Te szereztél egy gyereket az íráshoz. Pontosan. Na, mutatkozzá be szépen. Keserű Samu. Ugyanez a vezetéknevetek. Nekem van két kisfiam, és nagyon sokat vagyok velük otthon. Akarva, akaratlan belecsúsztam abba a helyzetbe, hogy dolgoznék, de közben ott van egy vagy két gyerek. Hogy kötöd le, vagy hogy dolgozol párhuzamosan, és hát ebből voltak elképesztő történeteim. És akkor elkezdtem egyszerűen csak figyelni azt, hogy hogyan élünk mi így a srácokkal. És elkezdtem jegyzetelgetni, és keresni hozzá a sztorit. Nagyon tetszett az, amikor szitroncsoltam egy pizzát, meg egy számítógépet. Ezek a jelenetek jók voltak. De mondjuk volt egy nagyon kellemes jelenet, amikor a Gellért hegyen sétálunk a Szabival. Ez nagyon jó volt. Mert fagyit lehetett tenni. Elemek, az életemből elemek vannak, amik be vannak építve a filmbe, de hogy annak legyen egy alapcselekménye, hogy a karakter A-ból B-be eljusson, hogy ők bejárjanak valami kis utat, az természetesen mind fantázia. Lehet olyan, hogy 7 évig nem tudom, hogy van egy gyerekem, és egyszer csak lesz. Tehát, hogy soha nem később felvenni a fonalat a saját gyerekeinkkel, ha esetleg úgy alakult az élet, hogy külön voltunk. Ez egy nagyon nagy csapatmunka. Itt van Momo, aki tényleg csodálatos a filmben, tehát hogy lélegzetelállító. A legnehezebb az azt hiszem az első forgatási nap. Ott nagyon nehezen mondtam a szöveget. Aztán... Aznap vettük fel, amikor a bőrömből kellett kibújnod, ugye? Igen. Az nagyon nehéz volt. Nagyon élveztem ezt a forgatást, először is azért, mert egy csomó olyan dolgot ki lehetett próbálni, ami azért nem nagyon szokott így az életemben lenni. Vagyok egyszer macskanő, vagyok egyszer sellő, tehát egy csomó olyan izgalmas, nem hétköznapi helyzetben vagyok ebben a filmben, amit szeretek. Meg ez egy epizódszerep, viszont én nagyon-nagyon szeretem ezt a stábot, meg ezt az alkotógárdát. A Rónyi Gáborral nagyon-nagyon jól dolgoztam együtt régen. A Szabit 1000 éve ismerem, úgyhogy ez egy ilyen igazán, igazán jó csapat volt. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek olyan filmek, ami apákról szólnak, és gyerekekről, mert többnyire nem szoktunk erről beszélni. Beszélgetésekben sem, podcastban sem, irodalomban sem, tehát ez valahogy mindig a nőkhöz gondoljuk az anyaságot is. És én szeretem azokat az éttermeket, ahol a férfiaknál is lehet pelenkázni, mert úgy ki van írva, vagy olyan múzeumok, mint hogyha nem, ez is olyan
érdekes, hogy az iskolai rendszerben, az óvodai rendszerben is az anyukákkal e-maileznek, miközben vannak apukák is, és szerintem fontos ez a film ilyen szempontból nagyon. Ez egy tényleg csupa szív film, és pontosan a szíve lelke az, ami miatt teljes mellszélességgel tudtam mellé állni. Mert ez egy nagyon szerethető film, amiben lehet nevetni is, lehet meghatódni is, lehet elgondolkodni a saját gyerekkorunkról, azon, hogy mi hogy neveljük a gyerekeinket, tehát hogy nagyon sok mindenkinek szól, és én amikor láttam, akkor azt éreztem, hogy de jó érzés. Tényleg mit adsz, hogy a budiba pisálj? Mi van, ha ott él valaki? Hát azon nem cserélnék. Budapest, Bécs, Hollywood. Három meghatározó város, ami egyben a mottója a szeptember közepén kezdődő hatnapos filmfesztiválnak, a budapesti klasszikus filmmaratonnak. És hogy miért ez a három város? Mert nagyon sok olyan alkotónak a filmje is megjelenik és látható ezen a filmfesztiválon, akik Budapestről indultak, Bécsbe eljutottak, majd Hollywoodban lettek híresek. Magyar közvélemény szerintem nagyon keveset tud arról, hogy Hollywoodban, az államgyárban milyen szerepet vittek a magyarok, és szerepet visznek ma is. Gyakorlatilag az alapítás is magyarokhoz fűződik, vagy magyarokhoz is fűződik. Adolf Zukor vagy William Fox, két magyar származású amerikai filmmogul teremtette meg gyakorlatilag az amerikai filmgyártás alapjait. Adolf Zukor a legendes Paramount stúdiót hozta létre, William Fox meg a 20th Century Fox stúdiót hozta létre. Több tucat, vagy akár több száz film fűződik a nevükhöz. Ők kapták az első Oscar-díjakat is 1929-ben Los Angelesben, és utána folyamatosan folytatódott a magyar sikersorozat. Bizonyos számolások szerint azt lehet mondani, hogy 43 magyar vagy magyar származású Oscar-díjassal számolhatunk, 25 hollywoodi csillag van, ami konkrétan magyarokhoz köthető, de valójában több száz vagy több ezer azon filmek, azon hollywoodi filmek száma, amelyek magyarok közreműködésével, magyarok aktív segítségével jöttek létre. 2020-ban indítottuk el a Magyarok Hollywoodban könyvsorozatot, amelynek a keretében jelent meg először magyar nyelven Zukor Adolfnak, illetve William Foxnak az önéletrajz írásai. Ezek a kötetek több mint fél évszázada az eredeti megjelenésük után jelentek meg magyarul. Ezt követte a Rózsa Miklós önéletrajzírása, ami szintén soha nem jelent meg magyarul, ami annak okán is nagyon szomorú, hiszen egy 17-szeres Oscar jelölt és 3-szoros Oscar díjas magyar zeneszerzőről beszélünk, aki önmaga állítása szerint is rengeteget köszönhet Magyarországnak, illetve a Nagylócnak és a Nagylóci Palóc kultúrának, amely megjelenik egyébként a film zenéiben is. Ezeket a köteteket követi a Hollywood és a magyarok ismeretterjesztő kiadványunk, ami most jelen pillanatban is dolgozunk és megjelenés előtt áll. Ott több mint 60 magyar életművet kívánunk bemutatni, természetesen a közismertebb életműveken, Lugosi Bélán, akár Kertész Mihályon át számos nagyszerű alkotót van lehetőség megismerni, de igyekszünk olyan személyeket is bemutatni, akikről kevesebbet tudunk és kevesebb szó esik. Ilyen név lehet esetleg Winkler Margit, akiről keveset tudunk, mégis Hollywood egyik első befolyásos producerasszonya volt, és ő volt az, aki gyakorlatilag Walt Disney elindítója és a Walt Disney stúdiónak az első megbízója volt. Beszélhetnénk Andy Vajnáról, aki ugye Amerikában és Magyarországon is hatalmas produceri teljesítményt érte, de a századfordulón beszélhetnénk Janovics Jenőről, ugye aki Kolozsváron egy olyan filmgyárat épített fel, ahol az ott dolgozó filmesek, rendezők egyébként a Hollywood legnagyobb, vagy az angol filmgyártás legnagyobb rendezői lettek. Alexander Kordáról is beszélhetünk, ugye, aki valójában Kolozsváron kezdte a pályafutását, megalapította a London Film Studiót, és Hollywoodban is fantasztikus filmeket hozott létre. Vagy beszélhetnénk Kertész Mihályról, ugye, aki 1942-ben Michael Curtis néven a legendás Casablanca című filmet rendezte meg, hát ő is Janovics Jenő kolozsvári műhelyében készült, de ma sem, vagy a mában is ott vannak a nagy magyar producerek Hollywoodban, és különösen aktuális, hogy itt a MOL Nagy Művészeti Egyetemen beszélünk, hiszen Csupó Gábor, aki remélem nem bántódik meg ezen, de ebben az évben, szeptember 29-én lesz 70 éves, az egyetem ezt megköszönve és megtisztelve őt
címzetes egyetemi tanárrá választák. Más műfajokon is keresztül is igyekszünk Hollywood és a magyarok kapcsolatát megmutatni. A könyvek mellett dolgozunk filmeken, illetve nemrégiben Debrecenben, a debreceni ünnepi játékokon debütált a Magyarok Hollywoodban koncertsónk, amelyet a Kodály Filharmóniával és a Kóperával együttműködésben készítettünk el, és több mint 1000 néző előtt zajlott az ősbemutatónk, amely hatalmas öröm számunkra, hogy annak meg különösen örülünk, hogy sok fiatal vett részt ezen a rendezvényen, hogy gyakorlatilag egy koncert élmény keretében volt lehetőségünk elmesélni egészen a kezdetektől napjainkig különböző kiemelt életműveken keresztül Hollywood és a magyaroknak a kapcsolatát, egészen Cukor Adortól eljutottunk napjainkig Csupó Gáborig. A fiatal tehetségek megismerése és megismertetése a nézőkkel a Schwenk egyik nagyon fontos küldetése. Mai portrésorozatunkban ismerjük meg Lengyel Benjamint. Hát én nem vagyok valami erőszakos, de az a tanár, aki ilyet csinál, az legszívesebben. Igen? Nekem az első ilyen nagy ugrás filmszerepként, vagy filmszerep szempontjából, az a Szép csendben volt, amit Nagy Zoltán rendezett. És akkor voltunk azt hiszem harmadévesek, amikor azt forgattuk, és az ráadásul egy nagy dolog volt, hogy minket erre kiengedtek, de végül úgy döntöttek az osztályfőnökeim, hogy kiengednek engem is, Major Eriket. Major Erik volt a film főszereplője, én pedig mellékszereplő voltam, az ő legjobb barátja a filmben. És hát azért egy jó tanuló pénz volt arra, hogy én nagyon szerettem a forgatást, és nagyon, nagyon jó volt az Olival is dolgozni, de egy jó tanuló pénz volt arra is, hogy az ember megérezze a film és a színház közti különbségeket, hogy azért ott van egy szakadék, amit valahogy át kell ugranod, és hogyha te színházi színésznek tanulsz, prózai szakirányon, akkor természetesen automatikusan adódnak olyan, hogy is mondjam, megugrani valók, amiken át kell segíteni téged, hogy ezt te meg tud csinálni, hogy rá tud jönni arra, hogy nem, most kevesebbet kell a kamerának mutatni, vagy mit is jelent a kamera. Valójában mi a kamera, és én mi vagyok a kamerához képest. Pár évvel később pedig leforgattam az Űrpiknik című filmet, amiben szintén egy férfi mellékszereplő voltam. Kicsit puforca barátnő, te meg ilyen vidám csávónak tűz. Na, találkoztunk már? Találkoztam már 20 éves étkezési zavaros flegmacsajjal? Ó, nem, soha. Ezt a filmet Badi Csákos rendezte. Ez is egy érdekes tanulmány volt, mert itt meg a Szép csendben című filmhez képest, itt pár fokkal nagyobban lehetett játszani. Szóval az ember rögtön megérezte azt, hogy nem mindegy, hogy milyen stílusú filmet forgat, mert hogyha drámát forgat, akkor nagy esélye lesz, sokkal visszafogottabb a színjátszás, hogyha valamilyen fajta, például egy ilyen őrültebb science fiction vígjátékot forgat, akkor bele lehet csempészni olyan dolgokat, ami kicsit színesítik, lehet kicsit nagyobb a játszani. És hát ami ezek után egy nagyon nagy falat volt, az természetesen a Besugó, ahol én Barnát játszottam, és hál' Istennek egy elég nagy szerep volt, annál nehezebb is. Én azt gondolom, hogy egy filmes szerepnél, egy színésznek, bár még tapasztalatlan vagyok, szóval hozzá kell tenni, hogy nyilván nem 15 filmet forgattam le, és nagyon az elején járok, de ez ugyanazt gondolom, mint a színháznál. Szóval hogy van egy része, amit eltanulsz elméletben, és eltanulsz rendezőktől, barátoktól, vagy ellesel kollégáktól, de a nagy része az ugyanaz, mint a színházban, hogy valójában, ahogy gyakorlod ezt a szakmát, hogy egyre több dolog ragad rád. És ez tényleg így van. Az, hogy egy színházi szerepnél és egy filmen szerepnél az ember hogy készül, az igazából szerintem nem különbözik el. Szóval nem, nincs egy olyan különbség, hogy én máshogy állok neki egy filmen szerepnek. A technikai része az nagyon más. De maga a lélektani része, vagy az, hogy én hogyan építek fel egy karaktert, az ugyanúgy egy rendezővel történik. Ha filmes, ha színházi, de ugyanúgy egy rendező kísér végig téged azon az úton, hogy ez a lehető legjobban sikerüljön. Ami még érdekes tényező, az nyilván az, hogy valahogy az ember megszemélyisíti a kamerát. Szóval az egy jó dolog, hogy nem csak úgy tekinted a kamerát, mint egy eszközt, ami ott lekövet téged, hanem ő valamilyen szinten azért van ott, hogy te a legjobb tudásodat mutasd meg, és azért van ott, hogy a legjobb
játékot, vagy a legeslegszínesebb gondolkodásmódot, azt le tudja képezni. Szóval, hogy arról, amit te gondolsz, azt ő egy képét tudja alakítani. És ezt nekünk még Szász János mondta, hogy a kamera az ténylegesen a legjobb barátunk, és ebben higgyünk, hogy ő nem azért van ott, hogy mi kudarcot valljunk, hanem pont, hogy sikeresek tudjuk lenni az adott helyzetben, adott jelenetben. Mindjárt meghal a csajod. A barna az enyém, a szőke volt a tiéd. Amúgy mondani kéne apádnak, hogy ilyet is játszunk. Ja, biztos örülne neki. Ágyő, kedvesem. Ez volt a Schwenk. Ugyanígy, ahogy most, jövő héten szombaton találkozzunk itt a Hír TV-n, addig pedig nézzék vissza adásainkat, ha van kedvük, látogassanak el a Filmió honlapjára, de egy a fontos, nézzenek sok jó magyar filmet. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!